Az első évadjánál tart a Lélekrajzok elnevezésű beszélgetés sorozat. Ez a negyedik alkalom, amikor is a beszélgetések során a közönség átélheti azt, ahogy az életrajzokból lélekrajzok születnek. Lukács Otilia, Jeremiás és Ezekiel proféták szemét mutatja be az érdeklődőknek a beszélgetés során. Mint mondja, hozzá mindkét proféta nagyon közel áll. Ószövetséges vagyok, vagy hát Héber szentírással foglalkozom. A doktori témám is Ezékiel volt, meg Ezékielnek a közösségépítő stratégiái, identitás megőrző eszközei, hogy ez hogy valósul meg a szentírásban. Egy nagyon érdekes időszakban, ugye ők a 6. században voltak proféták, amikor az úgynevezett babiloni fogság történt, akkor nagyon sok, tehát a judai királyság egy részét elhurcolják deportációba Babilon területére, és ott igazából egy kisebbségi közegben próbál Ezékiel egy közösséget, mondanám azt, hogy judai, vagy később zsidó identitást kialakítani. Nagyon régi időszakban éltek, és egyik legnagyobb kihívása szerintem a mai Ószövetséget oktatóknak, hogy minél közelebb vinni az emberekhez, az átlag hívőhez a profétákat is. Hát éppen ezért választottam őket, mert egy különleges személyiségek. Amikor a profétákra gondolunk, akkor valami elvont, tőlünk távol álló irodalmi alkotásokról, teológiai munkákról beszélünk, teszi hozzá a biblikus. A proféta személyét, közösségét, azt, ami fontos volt a számukra, véleménye szerint közel lehet hozni az emberekhez. Ma is ezeket a módszereket alkalmazzuk, amikor közösségről, közösségépítésről vagy identitás megőrzésről beszélünk, mondja Lukács Otilia teológus. Olyan szempontból interaktívra terveztük, hogy kérdésfelelek, tehát nem az lesz, hogy most egy hosszabb előadás Ezékiel Jeremiásról, ők kortársak voltak, igazából azért választottuk a két profétát, illetve a pszichológiai rész is fog kapcsolódni a kollektív vagy közösségi emlékezet és a kulturális emlékezetnek a szerepe egy közösségépítésnél. És itt amiatt érdekes újra Ezékiel és Jeremiás, mert a Júda, Jeruzsálem, a jeruzsálemi szentély lerombolásának az idejében vagyunk, amikor Ezékiel a diasporából, vagy az emigráció, vagy a babiloni fogságból szemléli az eseményeket, Jeremiás pedig szemtanúja az eseményeknek, ő ott marad mindvégig Jeruzsálemben, tehát emiatt érdekes, hogy a két személy, a két proféta hogyan próbál megmaradást, közösséget teremteni egy nagyon viszontagságos időben. Ezek a beszélgetések a pszichológia és a hittudomány sajátos párosításában teljesednek ki. Ezt az életrajzírás és a hagiográfia egyedi összekapcsolása teszi különlegessé. A sorozat háziasszonya Tiringer Aranka pszichológus, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanszékvezető docense. A szakember kutatási témái között kiemelt szerepet kap a művészet és az életrajzírás lélektani vizsgálata. Az előadás célját a következőképpen határozza meg a pszichológus. A célja az, hogy a pszichológia és a teológia közötti mesdjét megtaláljuk. Ez néha nem is olyan szűk mesdje, elég sok átfedést vagy közös kérdést rejt a teológia és a pszichológia. Legalábbis úgy érezzük, ahogy haladunk előre, ez most már negyedik alkalom a lélekrajzokban. Tehát a kettőnek a különbségét jól érzékeljük, de vajon milyen, a két terület különbségét, de vajon milyen közös pontok lehetnek ebben a kettőben, erről szól lélekrajzok. Tehát a személyeket, akiket meghívunk, ezek a vendégek hoznak egy virtuális vendéget is magukkal, olyan régen élt az egyház történetében szereplő személyeket, akik valamilyen szempontból példát jelentettek nekik, vagy hangsúlyosak voltak a hivatások valamilyen pontján. Szóval egy izgalmas alappozícióból indulunk. Kovács Gusztáv, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora és Tiringer Aranka pszichológus közös elképzelése a Lélekrajzok sorozat, amelyben arra keresik a választ, hogyan lehetne a pszichológiát és a lelkiséget közel hozni egymáshoz, bemutatni a közös keresztmetszeteket és különbözőségeket. Ez a rendezvény sorozata a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola és a 23. János Szakkollégium közös programja. Az előadáson magán mi részt veszünk a szakkollégistákkal, és az ő programjuk, ami már nem a nyilvános program, hanem csak a szakkollégiumé, hogy ilyenkor bent a szakkoliban még van nekik egy szeminárium az est témájával kapcsolatban.
A 23. János szakkollégium most szeptemberben indult. Ez a hittudományi főiskolához tartozik, de nem csak hittudományi diákok laknak, illetve tagjai a szakkollégiumnak, hanem a PTR-ről is vannak diákjaink. Összesen 26-an vannak. Vegyesen fiúk és lányok, vegyesen hittudományosok, kétszokosok és csak PTS-ek. Decemberben az 5. előadáson Felföldi László pécsi megyés püspök két képzeletbeli pápával, pápáról beszél majd. A sorozatnak Pécsen a Magtár Látogató Központ ad otthont.